Felmerülne kérdésként, igen. Hát figyelj, a 970-es videókártyán az a véleményem, hogy nem egy húzottan erős videókártya, sokat is fogyaszt, viszont jelen pillanatban szerintem örülj neki, hogy nálad van, tehát hogy így ennyi a véleményem. Az biztos, hogy kompromisszumosan lehet vele nagy felbontásban játszani, de szerintem te full HD-ban játszol, ez biztos, a legtöbb ember abban játszik. Abban szerintem egész jó értékeket el lehet érni, tehát ilyen közepes grafikán szerintem nagyjából mindent visz. Ó, ez is megtelt. Viszont én mindenképpen érdemes váltani majd valami újra, csak hát nem ezek az idők azok, amiben ezt majd meg fogod tudni csinálni. Mindent vitt fulldon. De hát mivel játszottál? Jó, oké, elhiszem a farmingot, viszi fullon full HD-ba, azt mondom, hogy oké. De mit tudjam én? Doom. Mondjuk a 16-os Doomot mennyire viszi? Ezt kipróbáltad? Kicsutkázod Maxra, azért az vulkán nélkül meg főleg, de mondjuk vulkánt azt már tudja az a kártya is, azt hiszem. Ide jövünk, mert nem tudom miért. De ide jövünk, ide hoztuk ezt is. Jó, de hát a VOD, az például spec nem egy olyan nagy gépigényű, nem egy olyan nagy videókártyaigényű játék. A Conan az nem tudom, az Ark az talán egy optimalizálatlan játék, ahogy én tudom. Nem tudom, hogy most hogy áll. Most talán lehet, hogy jobb, de az tök jó. Hát figyelj, igazság szerint ezt neked kell tudni, mert ha a jelenleg játszott játékokra neked ezek mind megfelelnek, most itt mi történik? Ja, bezáródik, jó van, megijedtem, hogy mondom, itt elrontottam a gépet. De a jelenlegi játékokat, amiket te játszol, azt viszi, akkor nincs kérdés, tehát amíg nincs igényed arra, hogy nagyobbat vegyél, addig ne vegyél nagyobbat. Semmi más nem érsz el vele, mint azt, hogy feleslegesen egyrészt kiadsz egy csomó pénzt, most főleg, mert minden nagyon drága, másrészt pedig ami Doom-mal nem játszok. Na, te nem játszol vele, de igazság szerint, ha játszanál vele, akkor lenne érdekes, hogy mennyire megy jól. Most az így kb. Mindegy. Tehát én úgy gondolom, hogy hobbiból nincs értelme megvenni nagy videókártyát. Annak sok értelme nincs. Maximum mondom, kevesebbet fog fogyasztani, ugyanazt az élmény nyújtva. Ezt ki kéne üríteni, ez végzett, és ki kéne üríteni. És ugye nem tudtuk kiüríteni, mert hogy ugye nem volt elég izé. Az átrakodó kocsiban valami másik szemét van, úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog lesz. Lehetséges, hogy meg fogjuk keresni a második kocsit, amit kurcikázunk. A GTA-tel nem tudom, mi bajotok van. Mindenki ezt mondja, hogy csodásan optimalizált. Szerintem semmi problémája nincs a GTA-nek. Egyszerűen egy bazi nagy világot próbál megjeleníteni eléd. Ahhoz kell a teljesítmény, tehát hogy így ne várjuk el szerintem a GTA-től, hogy tökéletesen fusson. Nekem nagyon jó fut, nyilván nem mondok semmit, tehát hogy nem véletlen, de hogy azt, hogy optimalizálatlan, azt nem mondanám. Láttam már sokkal kisebb játékot, sokkal szarabbul futni, mint a GTA 5. Na, szóval hol van a következő izém? Igen. Kéne a következő kocsisor. Ez is itt van, de ez se csinál már semmit. Én nem érzem optimalizálatlannak.
az más kérdés, hogy az RP-ben a szerverek lagjai miatt, meg szerver probléma miatt folyamatosan széthullik a játék, meg szét van modolva a kliens, meg 8500 olyan dolog van beletöltve, amit tök random emberek programoztak, meg LunaScript, meg mit tudjam én mi, amit menet közben fordít és összehullik az egész a fosba, az egy másik dolog, azt engedjük el, az eredeti játék, amiben az eredeti multiplayer-t értem és az eredeti single player-t tökéletesen fut, viszont kell neki a hardware, nem azért, mert szarul van megírva, azért, mert egy akkora világot jelenít meg. Persze, volt például a betöltéseknél ilyen rohadt nagy idő probléma, amit benéztek a rockstárosok, mert ezt nem értettem, tehát hogy 5 percig tölt be a játék, aztán kiderült, hogy azért tölt be 5 percig a játék, ja, hogy ez a másik. Jó, hát akkor ezt kiürítjük. Azért tölt be 5 percig a játék, mert játék induláskor 6000-szer felolvasnak egy fájlt. Mert egy fájlban vannak, hogy milyen dolgokat lehet megvásárolni, és a single playerbe ugye kevés dolgot raktak bele. Figyelj, nekem a véleményem az, hogy csak azért ne váltsd le a kártyát, mert milyen király, hogy lehetne újabb, nem érdekes, ha neked a játékaidhoz megfelel, és nem hagy cserben, akkor gondolkozz el rajta, hogy váltsd le. Ez pont egy olyan dolog, kijön mondjuk a Farming 22, azt mondod, hogy hoppá, ezt már nem viszi úgy, ahogy én azt szeretném, és megnézegeted, hogy nem a procival van a baj, meg nem az egyéb dolgokkal, hanem a videókártya a gyenge. Tehát nyilván megnézed, hogy mi a gyenge. Valószínűleg, ha jó a proci, amit írtál procit, az nem lesz gond szerintem. Se a 6000-essel, se a 8000-essel. Én mondom, a 8000-eset venném meg, a 8700K-t inkább, és mindenképpen a K-t, mert a K nélküli az offos, szerintem legalábbis. De nyilván működni fog azzal is, meg el fog menni vele a játék, de nem lesz annyi FPS-ed. Melyik gomb ez? Még mindig a kirakodás, az a 15-14. Tehát itt nagyon sokan játszanak egyébként, Twitch-en is 8700 zal, tehát a simával. A K az anno 10.000 forinttal volt drágább, most nem látom, hogy mennyivel, meg hogy hol van, meg mi van. De azt tudom, hogy 10.000 forinttal drágább ér, kapsz órajel töbletet, amit én nem tudtam, hogy kapsz órajel töbletet, és még boost órajelet is pluszba. Mármint, hogy még tudod még tovább húzni, mert kás ugyebár, tehát open source-os, szóval be tudsz állítani neki bármit. Tehát overclock lehetőségeid vannak. Na most a sima K-nál alacsonyabb az órajel is, és nem lehet húzni se, tehát lényegében mindenképpen meg vagy vele lőve, tehát mindenképpen a 8700K-t javaslom, a simát azt nem. De a K viszont nagyon szupi. Nem értem, miért a K nélkülit veszi meg mindenki. Értem én, hogy olcsó volt, és hú, de jó volt, de hogy az volt egy szívás. És mondjuk a 9000-esből például baromira nem ajánlom a 9700K-t, mert az egy 8 szálas processzor, nincsen benne multithreading, vagy hyperthreading, bocsánat. Az például megint egy ilyen bukó. Ismerősöm ugye hát a megszokás rabja, és hát a eddig 6700K-n volt, utána 7700K, utána 8800K, és hát a 8700K, és utána megvette a 9700K-t, ami egy nem jó proci. 8 mag 8 szálér, az a pénz nem éri meg. Jobban megéri a 9900K, akkor már, mert azért 8 mag 16 szálat kapsz, és az sokkal jobban teljesít, mint a 8 mag 8 szál. Úgyhogy nyilván drágább is, de nem annyival. Tehát árérték arányában jobban megéri. Csak hát ugye review-t kell róla nézni, hogy mennyire jó. Nyomogatom a gombokat, csak nem tudom mit. Igen, ettől féltem, hogy most nem figyeltem, hogy mit csatolok le. Igen, most már figyelek, hogy mit csatolok le. Közben beéjszakaladott, tehát két napot éltünk túl gyakorlatilag ebbe a streambe. Jelenleg. Felkapcsoljuk.
Így van. Nem tudom egyébként, ez a setup ez neked már megvan, vagy most frissítesz alatta alaplapot, mert azt értem, hogy a videókártyád már megvan. Vagy egyszerűen ez csak azért kérdezted, mert kíváncsi vagy, hogy mit mondok rá. Nagyon örülök neki, hogy nem tudok parkolni ezzel se. Nem, mert nem arra megy. Amint, hogy arra megy, amerre megy. Én nem arra akarom, hogy menjen. Jó, ez így meg megint sok. Hát figyú. AMD-nől váltanál erősebbre, az AMD jelenleg a legerősebb. Nyilván az AMD, ami most van valószínű gyenge. De... Tehát... A... Valószínűleg a 6700-at, vagy a 8700-at, mindegy, nem fogja alapvetően olcsóbban kihozni, viszont tehát egy 5000-es Ryzennel mondjuk most mocsok jól jársz. Egy 5000, aztán most 800 van, 5800XL. Elfordult ez a kallantyú, és most ez így nem fogom tudni rátolni. És ráadásul egyre jobban elfordul ez a szemétláda is. Mert nem erre akarom tekerni a kormányt. Igen, erre akarnám, de nem arra tekerem. Hát az FX 3000, vagy 8350 proci az... A szar. Az tény. Azt aláírom, hogy az most már kuka. Miért nincs ott? Nem ér össze. Nem elég, nincs elég messze a kamera. Nem. Valaki itt közben feliratkozott. De az szerintem YouTube-on lesz. Vagy YouTube-ra. Nem hiszem el. Nem tudom odáig eltolni, bazd meg. Tehát erre fogjuk forgatni. Sok volt. Megszültem. Sorry, csak itt a nagy számítógép ajánlásba, meg a 600 fokos melegbe már nem bírok koncentrálni. Szóval, a B550-et azt jav... Az mi a faszom ott? Miért van egy pótkocsi? Ez valaki tudja? Ez mi ez a pótkocsi? Ez egy üres pótkocsi, csezd meg. Mindegy. Tehát, amit én akartam kinyögni, hogy 5800 és 5800 B550-es alaplap, a 3002-es ramok jók lesznek hozzá, mondjuk az nem tudom milyen G-skill ramok, az mondjuk jó. Most mondjuk az így kezdésnek jó, főleg azért, mert a GPU sem egy olyan túlzottan erős, 3002-vel bőven el fogsz lenni. Későbbiek során, amikor GPU-t cserélsz, nem tudom, hogy hány gigaram, mennyit írtál, mert azt nem írtad le. Most ez 18-16 giga. Ha később lépsz tovább, akkor én azt javaslom, hogy... Ja igen, 16 giga oda van írva. Hülye vagyok. A később lépsz tovább, a 16 giga RAM az kell a játékokhoz, viszont a Ryzen rendszerbe a 3600 MHz-es RAM-okat két kattintással a BIOS-ban be tud állítani, hogy 3600 MHz-en menjen, és azt támogatja, viszi, és abban van a legmagasabb FPS a játéknak. Nyilván felette még lehet nyerni egy-két FPS-t, de azokat már memória overclockolni, meg memória tuningolni kell, ami viszont egy nehezebb dolog, meg bonyolultabb dolog. Úgyhogy az easy overclock az 3600 MHz-ig van, amiben tényleg csak megnyomod a gombot és csinálja, amit kell. Most ez komoly beletöltött valamit?
Az még beletöltött valamit. Majd tövös már bele rendesen. Ja igen, ezzel innentől nem lehet tolatni. Úgyhogy 3006-os ramok azok jobbak, B550 az fogja tudni. A B550-ben 3000-es és 5000-es Ryzen tudsz belerakni. És PCI Express 4.0-as videókártyát, PCI Express 4.0-as NVMe SSD-t. Gyakorlatilag Kánaán lényegében minden tud, amire szükség van. Ami a lényeg, hogy van belőle Wi-Fi-s meg nem Wi-Fi-s változat, tehát még azt is tudsz választani, nyilván a Wi-Fi-s az picivel drágább, de az ilyen 60 ezer környékén van. Az olcsóbb szokott lenni, nem tudom, hogy most pontosan mennyi, mert nyilván árfolyam úgy megy össze-vissza, ahogy akar, de olcsóbban szokott kijönni az, hogy drágább procit veszel AMD-ből, olcsóbb alaplappal, ami hát nem olcsó, mert a 60 ezer forint nem egy büdzsé alaplap, tehát hogy az egy ilyen középkategóriás alaplapnak számít, mert az egy drága, az egy sok pénz, és akkor azzal már simán lehet azt csinálni, hogy overclockolod egy kicsit a procit, stb. Ha nem akarsz ilyet, az se gond, mert mondom, a memória overclock az mindenféle gondolkodás nélkül tényleg csak kiválasztod a BIOS-ba két beállítást, hogy van ez a DOCP módba fusson az alaplap, az egy ilyen memória overclock profil, meg kiválasztod azt, hogy melyik XMP profil szerint, és ugye a 3006-os RAM-hoz azt adják. Tehát tényleg semmi más nem kell csinálni. Várjál, hova vigyük ezt, ne ide vigyük el leadni, hanem vigyük a másik helyre. Tehát tényleg ott annyi van, hogy két beállítást beállítasz. Én még annyit szoktam csinálni, de ez csak a biztonság kedvéért, hogy az Infinite Fabric lockot is beállítom kézzel, hogy ne automatikus legyen, de alapvetően automatikusan tudja az alaplap, hogy mit kell csinálni. Az Asus alaplapok meg főleg, azok mindig tudják, hogy mi van. Viszont, hogyha kézzel beállítod, az tuti, hogy nem fogja egyik alaplap se úgy gondolni, meg egyik nap se úgy gondolni az alaplap, hogy majd ő azt így, most így máshogy indul, hanem tényleg fixen be van állítva, az jó, jobb. De mondom, nem szokott kelleni. Proci hűtő, azt mondtam az előbb, de egyébként ezekre a kisebb procikra nem kell. Egyszerűen nincs szükség nagy hűtőre. Tehát csak akkor, hogyha tényleg nagyon overclockolni szeretnéd, meg ilyenek. Na most nullán vagyunk. Jó, egyrészt visszább zoomolok, másrészt meg már belemegyünk itt a susnyásba. Mi azért nem jó, mert ugye ennyi kocsival nem fogok tudni tolatni. Úgyhogy javaslom neked, hogy mindenképpen hasonlítsd össze a két rendszert. Aztán amelyik neked büdzsébe jobban kijön. Az tény, hogy az AMD-nek a prociai az elég drága lesz, viszont az Intelhez a jó alaplap is. Tehát összességgel. Igen, figyelj, veszíteni nem veszíthetsz, max kiderül, hogy drágább vagy olcsóbb vagy valami, és akkor mégis a másikat választod. De mondom, az Ryzen-es géppel annyit nyersz, hogy eleve lesz ugye PCI Express 4.0 SSD-nek is, meg videókártyának is, ami akkor, amikor olyan NVMe SSD-t veszel bele. Tehát lényegében jövő biztosabb, ennyi, semmi más. Ugye a izénél, az Intelnél fixen nincs, mert ott 3.0-as PCI Express van. Azzal is el lehet lenni, bőven, most még simán, aztán ki tudja, mi lesz később. Mit találnak ki, ami... Tehát fog érkezni majd itt a Microsoft, meg a mit tudjam én minek az ilyen nagyon gyors storage megoldásuk, hogy eleve az SSD-ről fog tölteni a játék a GPU-ba, és akkor, hogyha ezek direkt arra fognak építeni, hogy SSD, NVMe SSD van benne, és nagy sávszél van. És lehet, hogy azoknál nagyon sokat fog számítani az, hogy neked van lehetőséged PCI Express 4-re. Nem azt mondom, hogy a PCI Express 3-mal rosszul fogsz járni, mert nem, de lehet, hogy jobb lesz. Ez attól függ, hogy mennyire időre tervezed a gépet.
Ha 3 évre tervezed, akkor alapvetően tök mindegy, mert 3 év alatt olyan gyorsan elavul minden, hogy lényegében úgyis új cuccokat fogsz venni mindenből, mert jön a DDR5-től kezdve mindenféle lószar. Ha 5 vagy annál egy picit tovább, akkor viszont érdemesebb ezeket szemügyre venni. És akkor most vagyunk még mindig abban a problémában, hogy ebben még mindig van valami, a nagy kamion nem akarom hurcikázni, viszont nincs más, amiben kiürítsem. Hát van más, mert annyi pótkocsis izén van, mint a szemét. Jó, igen. Tudom, mit akartam, ezzel akartam menni egy kört. Kapcsolunk rá lámpát, nem ezt, így. Így van, beülünk bentre. És felszedjük azokat a dolgokat, amiket széthagytuk. Aurelin 45-nek köszönöm szépen a followot. Azt mondja Ruan Rossnak is köszönöm szépen. Ez is lovagnak pedig a YouTube feliratkozást köszönöm szépen. Ezek mind streamben történtek, tehát most. Volt szembeforgalom, azt megijedtem. Kimegyünk külső kembe. Villog ez egyik lámpa. Amit hogy a játék. És elvileg itt ír mindenfélét, az hogy a working position 5-ös. Oké. Meg kéne neki mondani, hogy mit akarunk szállítani. Azt mondja, a 9-es gombbal tudjuk változtatni, hogy mit fogunk szállítani. HD baláz. Ó, na itt van. Van a zseni cuccunk. Jó, és ugye, hát ha már egyszer itt vagyunk, akkor vásároljunk be. Ezt annyira imádom. Jó, oké, ezek szerint nem így van. Labból semmit nem autólódol föl. És meg is teltünk? Olyan nincs. Szükség van egyetlen egyre. Nem mondd már, hogy ez az egy nem fér fel. De felfér. Ég, ó, nem vagy egy. Összes felfelé. Még ide ledobunk. Mennyit? Hagyd nézzem már meg, kamera. 1-2, még 4 bála biztos, hogy fölfér. Vagy 5. Igen, azt a 2-t már nem veszi fel. Azzal már tele vagyunk. Nem baj, jövünk majd még egy kört. És egyébként a... Elvileg az autólódalás ilyenkor automatikusan leáll, mert hogy ugye nincs mit autólódolni. Mert hogy tele van a cucc. Na hát padlóig tapossuk a gázt. Arról volt szó bazzek, hogy 2 órát leszek, azt már 3:18 kenem neki, úgyhogy ez kész lesz, ez biztos. Sőt. Ilyen ez, amikor pörög a játék, azt írtelen már észre se veszem, elment az idő. Hogy ezt hova rakom le, ez egy nagyon jó kérdés. Nem tudom egyelőre. Na, itt most ki kéne találni, hogy hogy tudunk lerakodni. Egyébként nem rossz nek a lerakodója. Mivel, hogy mindjárt hulló center, az a 4-essel tudjuk megmondani, hogy hova rakjuk le. Ez most teljesen másik. Nem, ezt update-elték, hogy ez átlátszó legyen. Jó, elvileg tudunk még kijebb rakni, nem? Hulló center. Ha, tehát egyszer, nem csinálták meg, hogy még egy sorral odébb lehessen rakni. Na most az van, hogy nem arra forgatom a kormányt megint, amerre kéne. Nem rossz irányba
Megint túl messze van a kamera, tehát nem látok szart se. Ez így tök jó. Alapvetően nem lesz jó. Igen, ez sehogy nem lesz jó. Jó, és akkor itt visszajövök inkább, unload. Valaki rosszul van a legvégén. Kiférünk, öcsém, beszarsz. Mert van itt ennyi hely, és vissza fogunk tolatni. Jó. Most ki is pattanunk, elővesszük a zsebi lámpát. És itt is van egy ilyen izé, de itt valakinek valami baja volt. Túl nehéz. Beleesett a földbe. Jó van, semmi gond. Na, hát mondjuk úgy, hogy bevásároltunk egy picit. Olyan dolgokból, amit nem fogunk elhasználni. Nem baj, viszont baromi jó ez a trailer. Ezzel a lerakodó cuccal, úgyhogy zseni. Tényleg le sem volt kötözve, úgy jöttünk. Hát persze, mert loader cuccba jöttünk. Na, srácok, köszi szépen a figyelmet. Egyrészt 3000 fok van a szobában, tehát gyakorlatilag nem létezik. Nem létezik víz, amit nem izzadtam ki. Másrészt, na, szevasztok, srácok.